Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Már kaphatóak a tűzijátékok, az ilyen eszközöket csak szilveszter éjjelén szabad felhasználni. Ünnepi pluszkilók gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Csobánolás, a székely hagyományt elevenítették fel Bonyhádon. Szilveszter és új év, számos népi hiedelem és tradíció él a köztudatban. Már kaphatóak a csak szilveszter éjszakáján felhasználható tűzijátékok. A rendőrség szóvivője szerint fontos, hogy ilyen eszközöket csak ellenőrzött helyről szerezzünk be, és hogy csak abban az időszakban lőjük el azokat, amikor a törvényi keretek arra lehetőséget adnak. Szerdától december 28-ától árusíthatóak a szilveszterre szánt pirotechnikai eszközök. Ezeket a hanghatásuk erőssége alapján idehaza négy kategóriába sorolják. Az 1-est és a 2-est már 16 éves korúak is megvehetik. A civil lakosság számára a 3-as csoportba tartozók a legerősebbek, amik elérhetőek. Az ilyen eszközöket csak december 31-én este 6 és január 1-e reggel 6 óra között szabad ellőni. A harmadik kategóriába tartozó tűzijátékokat csak és kizárólag december 28-a és december 31-e között lehet megvásárolni. Azokat is csak olyan kijelölt helyeken, mint a nagyáruházak előtti árusok. Ezek ugyanis ellenőrzött termékek, ezeket biztonsággal megvásárolhatja bárki. Petárdázni viszont idén is tilos, úgy, mint a korábbi esztendőkben. Az ilyen robbanóanyagoknak nem csak a kereskedelme, hanem a tartása is törvénybe ütközik idehaza. Aki ennek ellenére ezt megteszi, szabálysértést követel, és akár 150 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal is sújthatják. Mindenkit nagyon kérünk arra, hogy az jó év búcsúztatása során a petárdák használatát mind a saját, mind más emberek, illetve az állatok egészsége érdekében is mellőzzék. Magyarországon egyébként minden évben rendre előfordulnak a tűzijátékok helytelen használatából adódó, gyakran súlyos sérülésekkel járó balesetek. Tolna megyében december 27-én egy könnyű sérüléssel járó és két anyagi káros baleset történt, közölte szerdán a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Kedd reggel Tolnán a Bajcsi-Zsilinszki utcában a sofőr elmondása szerint a felkelő nap elvakította, ezért kissé letért az útról és nekiütközött az úttest szélén parkoló kocsi hátuljának. A balesetben egy kisgyermek könnyebben megsérült. Szintén kedden egy autós elé ugrott egy őz, amikor az 56-os főúton Várdomb és Bátaszék között haladt. A sofőr az ütközést nem tudta elkerülni, és elütötte az állatot, ami a baleset után elszaladt, viszont a kocsi összetört. Bár január 1-től az autósoknak nem muszáj maguknál tartaniuk a jármű forgalmi engedélyét és a jogosítványt, baleset esetén továbbra is meg kell adniuk a kárrendezéshez szükséges adatokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Emlékeztettek arra, hogyha az autó forgalmi engedélye és a jogosítvány érvényes és szerepel a magyar nyilvántartásokban, egy életbe lépő jogszabálymódosítás miatt többé nem szükséges, hogy azokat mindig maguknál tartsák az autósok. A rendőrség a helyszínen elektronikusan is tudja ellenőrizni ezeket az igazolványokat. A MABIS azt hangsúlyozta, hogy ha a közúti balesetben nem sérült meg senki, és az érintettek nem tartják indokoltnak a rendőrség értesítését, a felek továbbra is kötelesek átadni egymásnak a sofőr, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat. Az autó azonosításához jellemzően elegendő a rendszám és esetleg az alvásszám megadása, tették hozzá. Több posta újra nyit januárban, az egyeztetések folytatódnak, közölte a Magyar Posta szerdán. A vállalat még október végén döntött arról, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt országszerte szünetelteti több posta működését. Mint írták a bejelentést követően, a társaság az érintett önkormányzatok vezetőivel az elmúlt időszakban konstruktív tárgyalásokat folytatott számos jelenleg szünetelő posta mielőbbi újranyitásáról.
Tájékoztatásuk szerint a megbeszéléseken a települések polgármestereivel részletes megállapodás született arról, hogy a Magyar Postát is érintő radikális energiaköltség növekedést, a vállalat belső, valamint más területeit is érintő hatékonyság növelésén túl, hogyan és milyen módon tudják közösen kezelni az egyes szünetelő posták vonatkozásában. Az év utolsó hónapja rengeteg lehetőséget ad az evésre, ivásra, vendégségekre. Ennek következtében azonban előfordul, hogy felszalad néhány plusz kiló az emberre, amit majd januárban szeretne leadni. A szakemberek szerint az újévi fogadalmak általában kudarcra vannak ítélve, így érdemes már az ünnepek alatt tudatosan étkezni, illetve mozogni. Véget ért a karácsony, ilyenkor gyakori, hogy az önfelett korlátlan étkezéseknek, illetve a különböző süteményeknek köszönhetően többet mutat a mérleg. Legtöbbször azzal nyugtatja magát az ember, hogy januárban majd leadja a plusz kilókat, azonban általában pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Amikor úgy érzi az ember, hogy sokat evett, kicsit nagyobb a tehetségérzete, és egy pár kiló fölszaladt, akkor teljesen természetes, hogy valamihez köti, és azt gondolja, hogy amikor lemennek az ünnepek, és az utolsó része az ünnepeknek, az természetesen a szilveszter, és éppen ezért egy újévi fogadalmat teszünk, amelyben kevesebb evés van. Ez egészen húsvétig szokott eltartani, hiszen azért, ha meggondoljuk, a január és a február az nincsen olyan ünnepekkel bővelkedően ellátva, mint ahogy egyébként az év többi része. A szakember szerint az új év az új kezdet lehetősége valamilyen szinten elnyomja az emberek evés utáni bűntudatát. Nagyon érdekes, hogy az emberek általában nem feltétlenül a születésnapjukon fogadnak meg valamit, hanem az év végén, hát miért pedig a születésnapunkon is nagyokat eszünk, hanem sokkal inkább az van benne, hogy az új év valami újnak, valami új reménynek a kezdete, és így mivel egy új reménynek a kezdete, talán most jobb év lesz, mint az előző, és ebben benne van az is, hogy az ember által preferált testképet valamilyen szinten rendbe rakjuk. Kitanics Márk azt mondja, akkor lehet eredményes valaki, ha nem az új év kezdetéig, az ünnepek alatt is tudatosan kell étkezni, illetve a testmozgás sem érdemes elhanyagolni. Utóbbi a téli depresszió ellen is jó megoldás. A stabil gazdasághoz jól működő vállalkozásokra van szükség, ennek érdekében a kormány jövőre is támogatja a kis és közepes vállalatokat, hogy megvédje azokat a szankciók okozta nehézségektől. Hangsúlyozta a gazdaságfejlesztési miniszter a kormány Facebook oldalán kedden. Nagy Márton elmondta, 2022-ben a háború és a szankciók felforgatták a gazdaságot, így a vállalkozások élete sem a szokásos mederben zajlik. A kormány ebben a nehéz helyzetben is mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a recessziót, megvédje ne csak a családokat, hanem a vállalkozásokat és a teljes foglalkoztatottságot is, emelte ki. Kiterjesztjük a kamatstoppot a KKV-kra, rendkívül kedvező hiteleket biztosítunk a Széchenyi Kártya programon keresztül, gyármentő programokat, valamint az ezt kiegészítő garancia és hitelprogramokat indítottuk. Támogatást biztosítunk továbbá az energiaintenzív KKV-knak, tovább csökkentjük az adóterheket, megvédjük Európa legalacsonyabb társasági adóját, és ha szükséges, további intézkedéseket is fogunk hozni. A székely hagyományok között a csobánolásnak kiemelkedő szerepe van, így kívántak ugyanis a ház lakóinak jó szerencsét a következő esztendőre. A szokás a 18. században alakult ki. A csobánok ezúttal Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjének Bonyhádi házába kértek bebocsátást. Ritkán láthatnak ma már ilyen maskarába öltözött embereket Bonyhád utcáján. Csobánok érkeztek Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének háza elé, hogy jó kívánságaikat fejezzék ki a következő esztendőre. A misztérium játék a 18. században alakult ki a székelység körében, és a hagyomány szerint a forgatókönyv a bukovinai falvakban kisebb eltérésekkel ugyanaz volt. Nem mit látok! Ne forduljon hozzátok! Tulajdonképpen egész Kárpát-medencében működik ez a betlemezés, sőt most már világhírű is lett a Andrásvári betlemes játék, és most már sajnos színpadi mű maradt, tehát színpadokon adják elő. A befogadás és a játékban való részvétel lehetősége is nagy tisztesség volt az 1920-as, 30-as években végleges formáját elnyerő játékban. Minden keresztény nép kultúrájában megvannak hasonló szokások. A bukovinai székelyeknél ez gyakorlatilag egészen
Erdélytől Bukovináig, Bukovinától az Aldunáig, illetve ide a Völgységig megmaradt ez a népszokás. Most akik itt voltak, azok, ahogy elnézem a szereplőket, minimum három faluból származnak, Bukovinai Székely faluból, Hadikból, Istensegicsről, illetve Andrásfalváról. Így látva a szereplőket, de minden faluban megvolt ez a szokás. Egy kicsit minden faluban más és más volt, de most egy ilyen egyveleget láthattunk. Örülök annak, hogy fogadhattam őket. A bukovinai székelyek áldást hozó játékát a nap folyamán több csoport is bemutathatta Kakasdon, ahol Csobán találkozóra került sor. Diósberény önkormányzata karácsonyi ünnepségre invitálta a helyieket a település művelődési házába, ahol a műsorról a legfiatalabbak gondoskodtak. Az ünnepi műsor mosolyt csalt az érdeklődők arcára, hiszen a gyerekek nagy örömmel adták elő a verseket, dalokat, amiket már hetek óta gyakoroltak. Az asztalon pedig tea, bor és kalács várta a falu karácsonyi ünnepségére érkezőket. Gonosz elűzése, halál, termékenység és szerelmi jóslás, időjárás jövendőlés. Ezek a népszokások jellemzik szilveszter napját. Az új év népi sajátosságai a lencse, bab, sertés, húsfogyasztás, de a háziasszonyok is szabadnapot kapnak, ugyanis tilos mosni és takarítani ezen a napon. A karácsonyi ünnepkör január 6-áig vízkeresztig tart, vagyis a szilveszter és az új év is ennek a része. De ahogy a karácsonyhoz és az adventi időszakhoz, ehhez is több népszokás, hagyomány, babona tartozik. Ilyen többek között a Heródes játék, vagy a három királyjárás dramatikus játékok. Ez a szokás, vagy ez a játék összekötődött azzal a katolikus helyeken, hogy új év köszöntő jó kívánságokat mondtak el a ház népének. Igazából mindenhol beengedték őket, és a végén egyfajta hagyományos adománygyűjtő formulával zárták ezeket a dramatikus játékokat. Ennek egyfajta közösségépítő, megerősítő szerepe volt. Az összegyűjtött adományokat a nap végén megfőzték és elfogyasztották. Ilyen csoportos népszokás volt még a regülés. Maskarába öltözve különböző zajkeltő eszközökkel űzték el a gonoszt és jó kívánságokat mondtak, óvó, védő rigmusokat adtak elő. Ezeken kívül sokfajta jóslást is végeztek szilveszter napján. Halál, termékenységi és szerelmi jóslásokat tartottak. A következő év időjárását, a hajadon lányok leendő férjének nevét, foglalkozását jövendölték meg. Ezen a napon az asszonyok nem végezhettek nagy takarítást vagy mosást, és az étkezésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Tyúkhúst például tilos volt enni. Azt tartották, hogy vagy elrepül az ember a család szerencséje, vagy elkaparja a tyúk a szerencsét, illetve a pénzt. Viszont kifejezetten fogyasztottak disznóhúst bőségesen, hiszen a malac az a hiedelem szerint előre kitúrta a családnak a szerencséjét. Ezeken kívül magvas és szemes termékeket fogyasztottak, hogy a család vagyonát és termésének bőségét meg tudják tartani, illetve gyarapítsák. A néprajzkutató elmondta, az is nagyon fontos volt, hogy ne vigyenek át haragot a következő esztendőbe. Megújult, tiszta lélekkel indítsák az új évet. Az ünnepkört január 6-a vízkereszt zárja le, de nem maradunk sokáig népszokások nélkül, hiszen ezzel be is lépünk a farsangi időszakba. Regionális híreink következnek. Új beléptető rendszer, arculati egységesítés, fejlesztés a Harkányi gyógyfürdőben. Tájékoztatás, adózási ügyintézés, csekkigénylés, egyre népszerűbb a NAV 1819-es infóvonala. 10,5 méter magas és 16 méter széles lesz, Somogyban készül a világ legnagyobb székely kapuja. Új beléptető rendszer, arculati egységesítés. Ezek az elemek szerepelnek abban a top pályázatban, amelyet a Harkányi gyógyfürdő nyert el nemrég. A több mint 500 millió forintos projektnek köszönhetően korszerű technológia biztosítja a vendégek számára a szolgáltatások használatát, melyek egységes kinézettel várják a látogatókat.
Ilyen karszalagok jelzik, hogy a vendégek beléphetnek a Harkányi gyógyfürdőbe. Hamarosan azonban ez a rendszer megváltozik. A strand vezetése ugyanis egy több mint 500 millió forintos top pályázat keretében újítja meg a területet. A projekt a turisztikára fókuszál, ezen belül elsőként egy beléptető rendszert vásárolnak majd. Ez elvárás is a vendégeink részéről, illetve részünkről is egy nagy fejlesztés lenne, mert gyorsul a beléptetés, a vendégek könnyebben tudnak bejutni, illetve a chipes technológiával könnyebben igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Ennek a pályázati forrásnak ez a jelentős részét kiteszi, tehát ez a véleményem szerint körülbelül egy 400 millió forintos fejlesztést jelent. A projekt keretében elnyert összeg fennmaradó részét is felhasználják, mégpedig az arculati elemek egységesítésére. A gyógyfürdő igazgatósága ezzel azt szeretné elérni, hogy a vendégek a már jól megszokott rendezett környezet és a modern kialakítás mellett komfortosabb kiszolgálásban részesüljenek. A szolgáltató egységek is megújulhassanak oly módon, hogy ezek egy egységes arculatot sugározzanak. Tehát a célunk az, hogy a kint lévő, a parkban lévő szolgáltatási egységek, azok egy egységes kinézettel, várhatóan több lépcsőben, de teljesen egyformán nézzenek ki. Ez a beruházás körülbelül 100 millió forintba kerül. Az energetikai felújítást célzó pályázattal együtt, melyről korábban már beszámoltunk, így egy komplex fejlesztés fog lezajlani a fürdőben, felzárkózva a kor követelményeihez. Egyre népszerűbb a Nemzeti Adó és Vámhivatal 1819-es infóvonala. A szolgáltatás idén bővült, így már nem csak a tájékoztatás kérhető, hanem a legtöbb adózási ügy is intézhető. Azonosítás után az ügyfelek intézkedhetnek többek között bevallási, adatbejelentési vagy jövedelem igazolási kérdésekben. Az idei év közepétől jelentősen megváltozott a Nemzeti Adó és Vámhivatal 1819-es infóvonala. Az egyes menüpontban az általános tájékoztató rendszert érhetik el az adózók, ahol a NAV munkatársai az adójogszabályok értelmezésében, bevallások kitöltésében, eljárásjogi kérdésekben és az online számla témában nyújtanak tájékoztatást. A kettes menüben pedig az ügyintéző rendszer választható, amelyben az adózók beazonosítást követően konkrét adózási ügyeket tudnak intézni. Nagyon sokféle ügyet lehet már intézni, szinte a teljes spektrumot leköveti ez a lehetőség. Így például a bejelentett adatainkat tudjuk egyeztetni, folyószámlát tudunk egyeztetni, a bevallások adatait tudjuk egyeztetni, javítani, kiegészíteni. Igazolások kérésére is van lehetőség, illetve a besorolás, adózói besorolással kapcsolatban is tud az adózó információt szerezni. Az infovonal 3-as menüpontjában pedig teljesen automata kiszolgálással kérhető a befizetési csekk. Az adatok védelme érdekében azonosítás szükséges, melyhez a PIN kód már online is megigényelhető. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adózó helyett képviselője járjon el az ügyeiben, amennyiben rendelkezik meghatalmazással. A rendszer használható akár otthonról, vagy bárhonnan, ahol éppen az adózó tartózkodik. Belföldről egyszerűen a 1819-es számot kell hívni, külföldről is elérhető a rendszer a plusz 36 1 461 1819-es számon. 8.30-tól 16 óráig, pénteken pedig 8.30-tól 13.30-ig. A tapasztalatok szerint folyamatosan növekszik a szolgáltatást használó adózók száma, akik leginkább bevallásjavításra, adószámla és adategyeztetésre használják a rendszert. 2023-ban is elegendő egy számot, a 1819-et megjegyezni az adózási ügyek gyors és kényelmes intézéséhez. A Somogyi Bálványoson készül a világ eddigi legnagyobb székelykapuja, amelyet majd Győr-Moson-Sopron megyében állítanak fel. A projektet a környező 23 település és civil szervezetek támogatják. A székelykaput tölgyfából faragják, 10,5 méter magas, valamint 16 méter széles lesz. Ugye mind a két oldala faragva lesz a kapunak, és ezért végül is 4 ilyen kaputükrünk van. Hát ha mind a két oldalról nézzük a kaput, és úgy lesz, hogy akkor minden tükörbe, minden kaputükörbe 16 darab címer lesz, túloldalon megint 16, és így meg lesz akkor a 64 címer.
A készülő legnagyobb székelykapu tervét mutatja a bálványosi műhelyében Pető Sándor fafaragó. Elsősorban méreteiből adódóan lesz különleges ez a kapu, hiszen ez lesz a világ legnagyobb székelykapuja, és nem csak magasságában, még szélességében lesz nagyobb ez a kapu, mint a mostani legnagyobb, hanem maga az oszlopok vastagsága is nagyon-nagyon vastag lesz, tehát nagy kihívás lesz ezt elkészíteni, hiszen nagyon nehéz kapu lesz. Pető Sándor készítette az eddigi rekorder nagy székelykaput is, amely 9,5 méter magas és 15 méter széles. Az elképzelések szerint az új alkotás 10,5 méter magas és mintegy 16 méter széles lesz. Tölgyfából fogjuk készíteni ezt a kaput, fenyő zsindejezéssel, hagyományos fenyő zsindejjel fog készülni, nagyjából olyan 10,5 tonna környékén lesz, 11 tonna lesz a súlya. A világ eddigi legnagyobb székelykapuját a Győr-Moson-Sopron megyei Sokoró-Pátkán állítják majd fel. A környező 23 település és több civil szervezet összefogásával megvalósuló projekt megmutatja majd a magyarság összetartó erejét. Pető Sándor több mint 220 székelykaput faragott már, az elsőt még 14 éves korában készítette. Mint mesélte, mindegyik más és más, a mostani alkotás is egyedi lesz a motívumai miatt is. A kapu motívum világát azt ezután fogjuk összeállítani, tehát mindenképpen egy életfa rendszerben összeállított motívum világ lesz, és pontosan, hogy milyen motivumokat fogunk felhasználni, az még gyűjtés alatt van, hiszen a lényeg az, hogy ahova fog készülni a kapu, arról a környékről és vidékről is legyenek benne motivumok, úgyhogy várjuk a beérkező gyűjteményt, és akkor abból fogjuk összeállítani a motivumokat. A faanyag januárban érkezik Erdélyből a Somogy megyei bálványosra. A felületkezelést követően Pető Sándor vezetésével márciusban indul a munka, amely másfél-két hónapig tart majd. A világ legnagyobb székelykapuját a tervek szerint 2023. június elején adják át. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Már kaphatóak a tűzijátékok, az ilyen eszközöket csak szilveszter éjjelén szabad felhasználni. Ünnepi pluszkilók gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Csobánolás, a székely hagyományt elevenítették fel Bonyhádon. Szilveszter és új év, számos népi hiedelem és tradíció él a köztudatban. Csütörtökön a reggeli ködös, felhős időszakot követően a Dunántúl és a déli országrész felett elvékonyodik a ködfelhőzet, és kisüt hosszabb, rövidebb időre a nap. Általában élénkebb déli légmozgás lesz jellemző. Éjjel fokozódhat a párásság, sűrűbb ködfoltok is képződhetnek. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!